Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragon Cserita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Készül a költözésre a megyei könyvtár, komoly logisztikát kíván. Az elköteleződés jegyében család és közösség, éttermi kultúra változása, gasztrokalandozások. Hamarosan beköltözhet a Szekszárdi megyei könyvtár a Tudásközpont épületébe, és ezzel egy több mint fél évszázados álom válhat valóra, hiszen a háború után az elsőként az országban 1961-ben itt épített könyvtár néhány év alatt kinőtte falait. A költözés azonban komoly logisztikát igényel, melynek előkészületei már hónapok óta tartanak. Ha minden a tervek szerint történik, jövő tavasszal költözik Szekszárdon a megyei könyvtár. Vies Gyula könyvtárnak 360 ezer dokumentuma van a leltárban. Ezzel készülünk átköltözni a Tudásközpont épületébe. Az épület augusztus óta kész. Az építkezés vezető záév emberei, szakemberei már levonultak a terepről. Most folyik éppen a könyvtár bútorzatának a beszerelése, hasonlóan a levéltár bútorzatához. Ugye ez alapvetően két dolgot jelent, egyrészt az összes irodát felszereljük a munkavégzéshez használatos eszközökkel, asztalokkal, szekrényekkel, technikai felszerelésekkel, illetve hát ami nálunk a legnagyobb tétel, a közösségi terekben a könyvespolcokat állítják be. A hajdani laktanya helyén épülő Tudásközpont most már az új könyvtárnak és a megyei levéltárnak is helytadó épület lesz, melyben már a befejező munkálatok folynak. 6-áig van határidejük, hogy ezt a munkát befejezzék. Most nagyon roham tempóban, naponta, minden nap itt dolgozva, többi 8 órát dolgozva végzik a feladatot, hogy időben el is kezdhessék, vagy be is tudják fejezni ezt a nagy munkájukat. És utána jön az a fajta kiválasztás, hogy meg kell találni azt a logisztikai partnert, költöztető partnert, akivel a levéltár, illetve a könyvtár át tudja az állományát, a gyűjteményét hozni ebbe az épületbe. Ez hihetetlen nagy feladat. Azt akarom érzékeltessem a hallgatókkal, a tévénézőkkel, hogy kiszámoltuk, hogy becslés alapján, a könyv átlag súlyával számolva, a dokumentum nagysággal felszorozva, leemelés, visszarakás mit jelent? Ez azt jelenti, hogy több 10 tonnát kell megmozgatni, míg az összes dokumentum a helyére kerül. Azzal a különbséggel, vagy azzal a megszorítással, hogy ez nem egyszerű fizikai munka, tehát hogy ezt nem lehet segédmunkásra, vagy egy erős emberekre rábízni önmagában, mert itt fönn kell tartani a könyvtári szakrendet. A könyvtárnak a lényege az, hogy a dokumentumok helyükön vannak, minden megtalálható. 300 ezer dokumentum, vagy 300 ezernél több dokumentum, ha nincs rendben, az teljesen értelmetlen történet. Akkor abból nem lehet tájékoztatni, abból nem lehet találni. Azért nehéz megtalálni a jó partnert, aki egyszerre tudja a könyvtári szakmának a lényegét, a rend fenntartását és ennek a megfelelő elhelyezését. Másrészt ezt a fizikai munkát bírja 2-3 hónapon keresztül. Azokkal az előzetes tárgyalásokkal, amivel mi készülünk erre a helyzetre, azzal szembesültünk, hogy ez biztosan két és fél hónap intenzív munka lesz. Nem tudom megmondani, hogy mikor indulnak el, mikor lesz a szerződéskötés, nem tudom megmondani, hogy ki lesz az a cég, partnercég, akivel együtt fogunk tudni dolgozni. Nyilván az országban túl sok ilyen nincsen, de hát próbáljuk a legjobbat és a legolcsóbbat megtalálni, ami egyszerre megfelel mind a kettőnek. Itt a várossal dolgozunk együtt, a fenntartó önkormányzattal. Az ő döntésük lesz az, hogy ki lesz az a partner, akivel elkezdünk dolgozni, és ők tudják megmondani majd a közbeszerzés megfelelő határideit betartva, hogy mikortól kezdődhet el a munka. Azon már hónapok óta dolgoznak, hogy mi kerüljön a Tudásközpontba, mondja Liphauser János, az Illyes Gyula megyei könyvtár igazgatója.
Ez egy nagyon intenzív, nagyon fárasztó, hosszú menetelés lesz. Nekünk is meg lesz benne, a könyvtáros kollégáknak is meg lesz benne nyilván a feladatuk, hisz az eddigi épület szültek esetlegességeket nekünk kell majd egyberendeznünk. Tehát a könyvtári rend az nem olyan, ahogy azt eleve szerettük volna. Nagyon sok helyen, nagyon sokféle raktárban vannak a dolgaink, ezeket kellene majd összerendezni úgy, hogy egységes, rendezett állományt jelentsen már ebben az épületben. A Tudásközpont megfelel az új évszázad követelményeinek, de ilyennek kell majd lennie a könyvtárnak is, hogy a digitális korban, az online világban is vonza az embereket, az oktatás, az olvasás, a találkozás lehetőségét lássa benne a sok látogató. A könyvtárak már az elmúlt 20 évben nagyon sokat tettek azért, hogy a legmodernebb technikát használják. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor az, hogy számítógép és könyvtár, az két egymás nagyon távol eső fogalomnak tekintették. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak az pont arra bizonyíték, hogy a könyvtárak ezeket a technikai fejlesztéseket meglépték, nagyon fontosak. Az összes dokumentumunk fel van tárva számítógéppel, nagyon erőteljesen zajlik a digitalizációja. Itt elsősorban a Tolna megyeire vonatkozó egyedi dokumentumokat digitalizáljuk, hát nincs értelme Arany János műveit az ország minden részén újra és újra digitalizálni. Itt az egy országos digitalizálási együttműködés keretében elsősorban a helyi vonatkozásokat végezzük mi. Ennek eredményeként ma már Tolna megye összes háború előtti újságja digitálisan elérhető. A legfontosabb megyei lapok már szinte napra készen vannak, és haladunk afele, hogy az összes kis település egyedi kis újságjai, megjelenései valamilyen módon digitálisan elérhetők legyenek, és ezek után indulnak el majd a könyveknek egy olyan fajta feldolgozása, aminek a végén el kell érjük azt, hogy minden Tolna megyére vonatkozó nálunk a látókörünkben megtalálható dokumentum teljes szöveggel elérhető legyen az online térben. Ez egy fontos szempont, de legalább ennyire fontos szempont, hogy az olvasókat legjobban kiszolgáló technikát hozzunk ide. Az elmúlt pár hónapban, fél évben mi arra készültünk a jelenlegi helyünkön, hogy az összes könyvünket olyan módon dolgozzuk föl, rádiófrekvenciás tegekkel, ami alapján automatikus kölcsönzést lehet megtenni. Tehát ha van valaki, aki saját maga akarja segítség nélkül használni a könyvtárat, megtehesse, automatikus kölcsönzés jelenjen meg. Ugye ez már számos jelentős magyar könyvtárban elérhető. Ezen az úton megyünk tovább mi is, hogy az olvasókat jobban kiszolgálják. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek könyvtárosok az olvasók jelenlétében. Azt jelenti, hogy a rutin munkánkat nem kell majd csinálni, azt a gép automatikusan el tudja végezni. Sokkal több idő lesz arra, ami igazán fontos a könyvtárakban, arra, hogy az olvasókkal kommunikálhassunk, beszélhessünk, a problémáikat jól meg tudjuk oldani. Én azt látom, hogy a könyvtár az nem csak a dokumentumok tára, hanem egy olyan fajta találkozási, inspirációs pont, ahova az emberek feltöltődni, új ötleteket szerezni, kapcsolatokat építeni, tanulni járnak. Mindezeket a feltételeket pedig biztosítani tudja majd a modern, minden igényt kielégítő épület. Családi és missziónapot tartottak Szekszárdon, ahol sok érdekes előadással várták az ide látogatókat. Az esemény sorozaton olyan kulcsfontosságú előadások kaptak helyet, ahol a közösség értékteremtő fontossága kapott hangsúlyt.
Immáron 5. alkalommal került megrendezésre az egyházmegyei családi és missziói nap Szekszárdon, ahol számos programmal várták a város lakosságát. A Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye olyan gyülekezetekből épül fel alapvetően, amelyek nagyon sok kicsi részre töredezettek. Ennek az az oka, hogy itt valamikor nagyon élő, nagyon gazdag gyülekezetek voltak, de aztán a II. Világháborút követően akár a németek kitelepítése, akár a falu politika meggyengítette ezeket a közösségeket. Mai napig is ott vannak a templomok, de a közösségek hiányoznak mögötte, vagy legalábbis nagyon kevesen vannak. Ezért nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek, gyülekezeti tagjainknak legyen lehetősége egy olyan találkozásra, ahol együtt vannak, együtt élik meg, hogy ők az evangélikus egyházhoz tartoznak, és közben pedig olyan programok legyenek, ahol tényleg talán egy kicsit építőleg tudunk együtt lenni, olyan tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, módszereket hallhatunk, vagy ötleteket, amelyekkel azt a pici közösséget is mégiscsak egybe tudják tartani. Az eseménysorozat változatos programokat kínált minden korosztály számára. A mai alkalom, mint mindegyik alkalmunk, áhítattal kezdődik, és utána Süveges Gergő és felesége fog egy előadást tartani Családtól a közösségig címmel. Az előző alkalmakon először a kisebb közösséget, a családot vettük célpontba, többek között például Tapolyai Emőke is ebben a témában adott elő közöttünk, és most egyel tovább lépünk, hogy a családtól hogyan lehet eljutni egy közösségig, mik azok a szempontok, amelyek egy családot el tudnak indítani, hívogatni tudnak egy ilyen közösségbe. Úgyhogy ez lesz a fő előadásunk. Utána pedig 3 témában fakultatív módon lehet ismerkedni ezeknek az úgynevezett altémáival. Például itt a szekszárdi gyülekezet, ahol helyileg vagyunk, egy olyan gyülekezet, ahol nagyon sok orvos van. Így az egyik ilyen beszélgetés Orvosok a gyülekezetben címmel lesz. Erre várjuk a vendégeket. A következő ilyen beszélgetésünk nem lelkészi munkatársak közösségépítő szerepe. Ez a második ilyen beszélgetőkör. Végül a 3. egy közösség születése, a szekszárdi gyülekezet története, ahol pedig Németh Judit, a szekszárdi gyülekezet felügyelője fogja bemutatni a szekszárdi gyülekezet létrejöttét. A szünetet követően pedig majd Schmidélius Gábor és Ócsai Zoltán Jónás és Jézus című darabja fog elhangzani a dombóvári evangélikus általános iskola gyermekeinek és dombóvári barátoknak az előadásában. Tavaly indult el Dombóváron az általános iskola egyházi fenntartásban, és már az első évnek ez lett az eredménye, hogy ezt a darabot felelevenítették, ami több évtizede hangzott el először, és most közöttünk is előadják. Az előadáson Süveges Gergő és felesége az összetartozásra és a közösség erejére hívták fel a figyelmet. Az alapvető kérdés az, hogy a közösségeink hogyan lehetnek egyre inkább egészségesen működők, és az egészséges működés alatt azt értjük, hogy egyre inkább a benne lévő tagok meg tudják-e tapasztalni az Istennek a sokféleségét és a gazdagságát, és hogy közösségként ezt a gazdagságot, ezt meg tudjuk-e mutatni másoknak, vagyis tudjuk-e tükrözni az Istennek a sokféleségét és az Istennek a sok ajándékát, amelyet kapunk tőle. Előadásukra olyan közösségfejlesztő eszközrendszert hoztak, mely segítségével szempontokat kaphatunk, hogy lehessünk egy közösség értékes tagja. Mindannyian alapvetően közösségre teremtett lények vagyunk. Közösségben tudunk élni, és a magánytól meg menekülünk. Úgyhogy ez egy elemi törekvése mindannyiunknak, hogy közösségben legyünk. Arról nem beszélve, hogy hát Jézus is ezt mondja, hogy ahol 2-3 összegyűlnek a nevemben, ott én is ott vagyok közöttük. Úgyhogy én igazából nem valami csábítgatásról beszélnék, vagy pecázásról, vagy horgászásról,
hanem annak az elemi igénynek a felismeréséről, hogy szeretnénk közösségbe tartozni, szeretnénk együtt lenni másokkal. És hogy ezt hogyan tudjuk jól megtenni, vagy hogyan tudjuk úgy megtenni, hogy ez boldogító is legyen, meg előrevívő is legyen, ebben tudunk talán szempontokat adni. Kihangsúlyozták, hogy az egyes tagok sokszínűsége adja az igazi közösségteremtő gazdagságot, ahol mindenki értékesnek érzi magát, és ezt hozzáadva értéket tud teremteni az emberek számára. Mindannyian más tudunk hozzáadni a közösség működéséhez, a közösség életéhez. És egyrészt azt megtapasztalni, hogy én személy szerint közösségbe kapcsolódva, közösségi tagként, mivel tudom gazdagítani a közösséget. Azt megtapasztalni, hogy a különböző tagok különbözősége, más-más karizmája, adománya, tehetsége, hogy adódik össze, és lesz valami más minőség több belőle. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon előrevívő, megszólító, boldogító út. Ezáltal pedig maga a közösség is vonzóbbá és megszólítóbbá válik mindenki számára. Sok közösséggel dolgozunk együtt, és próbáljuk segíteni az útjukon őket, hogy ezt a sokszínűséget, egymás gazdagítását alapelvként, illetve alapelvek mentén megtalálják és el tudják kezdeni megélni. Azt reméljük, hogy a közösségek erre egyre nyitottabbak lesznek, és egyre inkább megérzik ennek a lehetőségeit. A közösségi érzéssel rendelkező személy értékesnek, hozzájárulónak és kapcsolódónak érezheti magát. A közösségi érzés összekötő híd fiatalok és öregek közt, és átível azokhoz is, akik már nincsenek köztünk. A vendéglátás több ezer éves múltra tekint vissza, dinamikus, folyton változó, átalakuló tevékenység, amely mindig igazodik az adott kor elvárásaihoz, divatjához, a fogyasztói igényekhez, ezekről beszélgettünk szakértőnkkel. A magyar gasztronómia a magyar kultúra egyik kiemelkedő eleme. Változatos, kreatív ételféleségekkel, egyedi és karakteres ízvilággal büszkélkedhet. Konyhakultúránk több mint ezer éves történelmi fejlődés eredménye, amely Magyarország jó természeti adottságain, valamint az évszázados tradicionális állattartás, növénytermesztés és a manufakturális élelmiszer előállítás örökségén alapul. Hát én azt gondolom, hogy a gasztronómia az önmagába, vagy a gasztronómia változás önmagába nehezen értelmezhető, ezt mindig érdemes egy adott régió, vagy egy adott kultúrának az egyéb társadalmi változásaival is együtt értékelni. Hát Magyarországról azt elmondhatjuk, hogy 19. század második felében inkább azt mondanám, hogy én 1880 és mondjuk az első világháború között a világ egyik legfejlettebb régiója volt. Olyan fejlődések és olyan ütemű változások voltak, amik nyilván egyébként a gasztronómiára is hatással voltak, de például gasztronómiában rengeteg, gasztronómia terén rengeteg nyomtatott szakácskönyvek, tudományos anyagok is ebből a korból maradtak ránk. A hosszú Habsburg uralom, illetve a 18-19. Századi magyar nemesség körében egyre gyakoribbá váló utazások hatására francia és angol ételek kerültek át a magyar gasztronómiába. Az egész korszakot a konyhakultúrák keveredése jellemezte, és éppen ennek táptalaján fejlődött az a nemzeti büszkeség, amely segítette az egyedi vonások felerősödését. A II. Világháború idején, illetve az azt követő élelmiszerhiány miatt az étkezési szokások korábbi rendszere összeomlott. A magyar gasztronómiának egy sötét foltja, az ugye nyilván a II. Világháborút követő 45 év, és ezért mondtam, hogy ez sajnos a társadalmi változásokkal is egybefügg. Ez nem csak a gasztronómiára, hanem az egész magyar kultúrára sajnos egy nagyon rossz hatással volt. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltást követő 10-15 év az
az inkább arról szólt, hogy magunkhoz térjünk egy kicsit, és én azt gondolom, hogy a 2000-es évek első felétől érezhető egy olyan változás, és itt megint csak azt tudom mondani, nem csak gasztronómia terén, hanem az egész társadalom terén, és az egész kultúra terén, ami szükség volt ahhoz, hogy itt a gasztronómiai téren is egy igen erős változás induljon el. Az elmúlt évtizedekben látványos fejlődésen ment keresztül, a gazdasági jelentősége is folyamatosan nő. A vendéglátás a turizmussal szoros kapcsolatban áll, a turisztikai kínálat nélkülözhetetlen része. A magyar konyha, illetve a magyar konyhának bizonyos szereplői, azok az elmúlt években fölkerültek a nemzetközi térképre. Most, hogy csak arra gondolunk, hogy a Szél Tamás nevét szerintem mindenki ismeri, azért az elmúlt években a Bocuse d'Or világversenyen olyan eredményeket ért el, illetve hát nem csak ő, hanem most már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy futószalagon szállítja az ország ezeket az eredményeket, hogy felfigyeltek ránk. Itt én azt gondolom, hogy megvan kormányzat teréről is az a támogató környezet, hogy az európai verseny itt volt. Ez a kapcsolat a turizmus társadalmi jelenségé válásával összhangban az elmúlt 50 év alatt erősödött fel. Feloszlottak a vendéglátó birodalmak, és általánosan is kezdetét vette a magyar gasztronómia megújulása. Én azt gondolom, hogy most egy nagyon nagy lemaradásunk van még világszinten, és ahol nagyon sok munka van, az, hogy szélesebb rétegben egy magas minőségű konyha legyen elérhető. Ez igaz mind az éttermek vonatkozásában, mint pedig egyébként a magánemberek, tehát az otthoni főzés vonatkozásában is. Szerintem ebben van a következő nagyon fontos fejlődési pont. Ebben is szerintem nagyon jó irányba halad az ország, de hát nyilván most, hogy összehasonlítjuk magunkat nyugat-európai országokkal, akkor sajnos itt is meglátszik az említett 45 évnyi hátrányunk. Gasztronómia kulturális kifejezés, amely összekapcsolódik a természettel és a világ kulturális sokszínűségével. Szerintem amit az elmúlt 10-15 évben, és már inkább lassan 20 évben ilyen gasztronómiai forradalom alatt értünk, az gyakorlatilag egy olyan folyamat, hogy kinyílt a világ az emberek előtt. A világ fejlődésével együtt rengeteg inger ér minket, rengeteg dolgot tapasztalunk meg a világból, ugye rengeteget utazunk is a világban, felfedezünk dolgokat, és ezt a változatosságot szeretnénk aztán nyilván itthon is érzékelni, amikor egy étterembe bemegyünk. Én azt gondolom, hogy ennek a fejlődésnek is van egy olyan, hogy mondjam, időrendisége, vagy van egy ilyen folyamata, hogy ez nyilván először azért Budapesten tud megjelenni, hogy Budapesten ez sokkal látványosabb, ahol rengeteg külföldi turista van, alapvetően nyilván ott a nagyszámok törvénye alapján sokkal könnyebb változatos, illetve különleges konyhákat bemutatni. Fontos megemlíteni, hogy egy országban a csúcsgasztronómia fontos részét adja a kulturális értékeknek, mindezt ötvözve az új technológiák alkalmazásával és a változatos alapanyagok használatával. Mindez a színvonal emelkedését eredményezi, illetve az ágazat egészének fejlődését, ám ahogy a szakértő említi, itt is fontos a fokozatosság elve. Megvan az a réteg, aki tényleg mondhatjuk, hogy nyitott és abszolút kísérletező. De amint említettem, azért ezt nagyon szépen lépésről lépésre kell megtennünk egy ilyen gasztronómiai változásnak a folyamatát, mert nem tudunk attól
elszakadni, hogy vannak azért azok az ételek, amik a comfort food kategóriájába tartoznak. Lehet változtatni, de ezt szerintem finoman kell tenni. Olyan vélemények is megfogalmazódnak, melyek szerint hazánknak valahol a vezető gasztronómiai nagyhatalmak között a helye, hiszen a magyar konyha évszázados hagyományai simán felveszik a versenyt a francia, az olasz vagy épp a spanyol konyha egyediségével és a nagyszerűségével. Kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!